Sziasztok! Sok szeretettel köszöntelek benneteket a csatornámon ma szeptember 14-én. Méghozzá egy kártya kivetése Sans Sea Cards Nadine Breitenstein készítette őket egy kártya kivetéssel. Szerelem van a levegőben. Love is in the air. És megkérlek, hogy mielőtt a kártyát keverni fogom, hunyj be a szemed és küldd el gondolatban, amit szeretni tudnál. És mielőtt persze a kártyát keverem, élvezd elsőbb a hegyi kristály reszkését. Hunyj be a szemed, légy szíves! Az jött ki, hogy igen, a döntés, hogy melyik utat választod, a nehéz utat, a köves utat, de tudod, hogy minden eső után a napsütés fog jönni, hogy szóval álljál újra fel, és igen, és hogy menj tovább, az a lényeg, ez kell, hogy tudjad, valami módon mi jött ki. Igen, hogy a szerelmet választ, a félelem helyett, hogyha nehezen indult is ez az egész, hogy igen, hogy az érzésekhez hozzá kell, hogy álljunk valami módon, hogy befogadjuk ezt a kapcsolatot, és elengedjük igen, az ítéleteket, valami módon a múltat elengedjük, és hogy ami nem egyforma, ellentétet átlépjük közöttünk, egymás között, szóval a lélektársal, vagy a szerelembe valójába, és hogy valami módon minden valóé tud válni, és akkor készíts magadnak egy ilyen vision board, azt hívják egy ilyen táblát, amire fölírod a céljaidat, és mindent valóra tudsz váltani, gyermekkori dolgokat valóra tudsz váltani, minden vágyad valóra tudsz váltani, és az jött ki, hogy lehet, hogy most per pillanat nem érzed magad megértve, és azért érzed magadnak, önmagadnak érzed, nagyon magányosnak érzed magad, vagy fekete báránynak érzed magad, és azért gondolkodsz azon is, hogy hiszel-e önmagadba, valami módon följönnek ilyen aggódások is, és fontos lenne az, hogy a lelkedet elengedjed, és te vársz a lélektársadra, és nagy honvágyad van iránta, valamint tudod, hogy nektek van egy szerződés, egy megkötött lélek szerződéstek, hogy mikor is fog ez beteljesülni. Valami módon szeretnéd meggyógyítani a szívedet, és szeretnéd kinyitni a szívedet, és szeretnéd a szívedet ajándékba adni, valami módon szeretnéd az önszeretetet is szintén megtanulni, és úgy érzed, hogy ez egy nagy ünnepet tudnál csinálni, és amikor ez beteljesülne, hogy ezt ünnepelnéd, mint húsvétot tényleg önmagadban, ez beteljesülne. Hát remélem, hogy ez tetszett nektek ezek a kártyák, no nézzük, mikor tudom őket, látjátok, már jelentkezett, nézd csak! Igen, az eső után lesz szép idő, valami módon látod, minden vágyad valóra fog válni, és most kirakjuk a kártyákat, 6 kártyát fogok kirakni, hogy no, most mit is gondol ez a lélektársad, hogy is alakul közöttetek, nézzük csak a fejetekbe, szóval 6-ot rakunk ki, mert 6 az a szerelem számja a fejébe, a gondolatába, a szívébe, szívetekbe, szívébe, és hogy is fog alakulni
Igen, a következő lépés. Én ezt a német csatornán kiraktam, és most komolyan, hogyha vagytok itt magyarok, és ezt nézitek, ugyanezt a fölvételt, látjátok, hogy ugyanezt a kártyákat kevertem, és hogy mennyi hasonlóság, ez tényleg nagyon sok kártya van itt, és nézzétek meg, hát tényleg, tényleg borzogat a hideg, hogy hát ezt nem hiszem el. Ó, hát ez tényleg majdnem egy az egybe. Ezt nézzétek meg a német oldalamon is, a Réka Spiritnél megtaláltok. Látjátok, az energia megadatott arra, hogy igen, ez az egész kicsit beteges, és szükséges arra, hogy egy kicsit pihenjetek valami módon, hogy úgy élvezzétek, maradjatok odahaza, teremtsetek magatoknak szép lehetőséget, szép nyugalmat teremtsetek magatoknak, nagyon fontos. Ti is, de a lélektársatok is szintén ugyanígy. Nézd csak, kijött ez a tök hintó. Ez azt hívja, azt jelenti ez a kártya, hogy ez évszázad szerelme, hogy ez ilyen extrém, ez nagyon erős érzések, hogy megtaláltátok, vagy a te álombeli férfit, vagy az álombeli nőt, valami módon ez szimbolizálja szintén a kinek mondják, a lakodalmat, vagy az élettársat, hogy igen, hogy ti tényleg sors döntő találkozás volt ez, hogy egymásra vagytok, igen, hogy ezt ő is érzi, hogy igen, ez egy sors döntő találkozás volt valami módon, és gondol arra, ha bár lassan is fejlődik ez az egész, de gondol arra, hogy szeretne valamit változtatni az életébe, és de még megkér egy kis türelemre, a türelem rózsát terem, úgy hívták az előző videómat, és lesznek itt változások, mint ahogy látod, és de lassan fog ez tovább fejlődni. Valami módon a változások egy nagy történet lesz nála, és ez olyan, mint például a szülinap. A szülinap is az egy olyan nagy változó pont az életbe, megyünk persze a másik évbe bele, és ő szintén lehet, hogy a szülinapján fog épp valami változni, hogy akkor kívánja, hogy szeretne valami kívánságot az életébe megvalósítani. De itt van nála a fejébe, kijött ez a fekete macska, és lehet, hogy arra is gondol, hogy jaj, milyen szerencsétlen, és akkor följönnek benne ilyen mély félelmek, és úgy fél a 13-astól is valami módon azt mondja, jaj, milyen szerencsétlen vagyok. Bocsánatot kérek, látjátok, hogy a torkom már a sok beszédtől nincsen már hangom, mint ahogy látjátok, és erről gondolkodik, és lehet, hogy mivel, hogy ilyen szomorú, meg így gondolkodik, mert ezt érzi, valami módon lehet, hogy keresi a belső nyugalmát, és lehet, hogy szeretné megtalálni ezt a jó testérzést, hogy úgy a belső nyugalmát megtanálja, lehet, hogy jogázik, vagy meditál, de az is lehet, hogy sok nasit eszik. Szóval, hogy nagy sok finomságokat, ilyen sok csokit, meg ilyesmit eszik. De ez lehet, hogy te rád is vonatkozik. Na most érezd bele, ez a gondolat oldalait fönt, érezd bele. Lehet, hogy te rád is ez megfelel a kapcsolatban, mi azt jelenti. Valamint a horizont az azt jelenti a táv, amikor nézed a, nem tudom most magyarul, hogy mondják a horizontot, hogy ahogy látod, távon nézve várja, és tudja, hogy ez a várakozás, ez megéri. És megéri tényleg a türelem is, mert ez kifizető fog lenni, mert a megtalált, szerető ember a lélek hozzá fog jönni, és az egyesülés a lélektársal be fog teljesülni. A vágyak valóra fognak válni, mert ez benne van az élet
plán, az életplán, hogy is mondják, Lebensplan, életplán, élettervbe, de valami módon úgy érzem, hogy honvágya van, szeretne utazni, vagy lehet, hogy neked is honvágyad van, és szeretnél te is utazni. Na nézzük, csak majd a zenét bekapcsoljuk még egyszer újra, jó? Valami módon, nézd csak a szívébe, vannak neki még, vagy neked, vagy ő neki, vannak még ilyen nehézségek, ami a pénz dolgát illeti, hogy lehet, hogy sokat költött, lehet, hogy van neki valami kredit, vagy ami havi letörlesztés, lefizetés, valami módon pénzvesztesség, lehet, hogy munkavesztesség, insolvenc, lehet, hogy teljesen lemerült a szívébe, és attól fél is lehet, de valami módon a szívébe bejött ez a téli varázs, az azt jelenti, hogy a karácsonyt, az advents időt, ezt a karácsonyi időszakot veled szeretné tölteni, hogy te is ott legyél neki a családjába, valami módon ezt a szép időszakot veled szeretné tölteni a szívébe, valami módon. Az a mulandóság, ő tudja, hogy most kell, hogy éljen, minden nap kell, hogy éljen, hogy minden napot kihasználjon, és ne pazaroljon, vagy ne húzza el minden napját, ne húzza el a napot, ne hagyja, hogy elmúljon ez az idő, ne tolja mindig hátra, hanem megtegye, hogy tudatosodjon benne, és hogy ezt a szerencsét megőrizze önmagának. Lehet, hogy a szívébe beszélt már erről a szív dolgokról a legjobb barátjával valami módon. És az is bejött itt a szívébe, hogy ez volna még neki ez a legutolsó nagy lépés, ez a nagy nehézség ezen átlépni, és hogy elengedje ezt a nehézséget, ezt átlépje, mert ez a szerencse, itt a cél már itt van nagyon közel, és most nagyon-nagyon szeretné a célját elélni, és látod, ide kijött még ez a homokóra, és azt jelenti, hogy igen, hogy ez a homokóra is őt tett, figyelmezteti, hogy most már elért az ideje, hogy most már ne prédálja, pazarolja az idejét, hanem igen, hogy ne várjon tovább, hanem igen, mert minél jobban ezt el, annál jobban minél jobban az idejét pazarolja, vagy nem lép, annál jobban nem fog ennek az egésznek értelme lenni, mert lehet, hogy te elmész, vagy tovább mész ezen az egészen. Hogy is fog ez tovább alakulni, mint ahogy látod, hogy a külső rész, igen, ez tükröződik a belső rész ebbe a szituációba valami módon, és ez a változások, kis változások is nagyon nagy behatása vannak erre az egész folyamatra, egy apró belső változások is. Valami módon úgy látom, hogy ő nagyon spórolós, van neki ilyen valami finanszkármája, szóval pénzzel van dolga, és fontos lenne, hogy tényleg, hogy ő bőséget éljen, hogy bőséges legyen, hogy tudjon adni, hogy kinyissa magát. Szóval valaki fukar vagy zsugori, az nem csak a pénzzel zsugori, hanem a szeretetbe zsugori, mert a pénz és a szeretet az nagyon egymással össze van kötve. Valami módon úgy érzi magát, lehet, hogy ő még megvan, be van zárva egy ilyen üvegbe, mint ez a lepke, és ezt transformálni kell, ezt át kell váltani, de lehet, hogy már átváltódott is ez az egész nála, és az ő persönlichkeit, az azt jelenti, hogy az ő egyéniséget fejlesztette, és az ő szépségét meg tudja, ki tudja mutatni. Valami módon fontos a szerelem fáját, hogy persze, hogy
ápolja valami módon, hogy a szeretet nőjön, hogy a megértés nőjön, és hogy családot alapíjon, ez azt is jelenti, hogy lehet, hogy lakodalom, romantika, igen, minden ez, hogy bejöjjön neki valami módon, van még nektek valami közös megbeszélésetek, vagy pedig van neki valami a lelkébe, egy közös megbeszélés, vagy valami titka van még a lelkébe, amit neked el fog majd mondani, vagy pedig, és azt mondja, hogy a múltnak a szellemei följönnek nála, följönnek az árnyékok, a megbánás, és ezt mind el kell, hogy engedj, ezt el kell, hogy neked, hogy mondja, hogy mi is terheli a lelkét. Ez nagyon fontos. Most húzunk neki szintén ebből a szép szerelem kártyából, hogy mit is érez irántad, ezt tényleg most nagyon szeretném megkérdezni. Lehet, hogy ez pászolt-e rád, vagy éppen megfelelt-e rád, lehet, hogy ő rá. Érez bele a te helyzetedbe, az a lényeg. Én csak a kártyákat közvetítem, de hogy most ez neked, hogy mennyire felel meg, ezt nézd meg. Az jött ki, hogy a bőség, látod, az a bőség, hogy egy nagy szerelem itt van az ajtó előtt, enged be. Azt jelenti ő neki ez a kártya. Remélem el tudtad fogadni, rezonáltál vele. Ha így volt, örülök, hogyha lájkoltok, és hogyha ezt legközelebb szintén velem tartotok. Remélem ez tetszett, szerelem van a levegőbe, love is in the air. Ez egy zeneszám, ezt érzem, hallom most egész délután a fülembe, hogy love is in the air, és ezért hívom ezt a kirakást ugyanígy. Szép estét kívánok nektek, sok szeretettel, búcsúzok tőletek, sziasztok, Valéria!